Ez a videó nem egy speedrun, nem kihívás teljesítése, de nem is casual play. Csak egy átlagos fickó vagyok, aki szereti minél könnyebben teljesíteni a játékokat, úgyhogy amit én itt csinálok, arra mindenki képes. A videóban vázolt stratégiákat akkor tudod a leghatékonyabban használni, ha már játszottál a játékkal. Ha mégsem, remélem a segítségemben nem fogsz vele szenvedni. Ha tudtam segíteni, dobj egy kommentet. Ennyi már! Hagyja békén! Hespicsába! Csak elkapott! Rohadt életbe! De sokan lettetek, szevasz! Hagyjál már békén! Anyádat azt! Bazd meg! Na, sziasztok, hölgyek és urak, mondjátok meg nekem, hogy ki gondolt erre? Azért voltatok jó pára, jó, de aki arra szavazott, hogy itt most Resident Evil Zero lesz, az tökéletesen megoldott a feladványt, ugyanis pofám leszakad 11 év alatt, ez az egyetlen egy olyan, úgymond számozott, oké, nulla, de akkor is számozott epizód, ami még nem került föl egyetlen egyszer sem a csatornára, szóval ezt most orvosolni fogjuk, jó? Ez nem én vagyok nyilvánvalóan továbbra sem. Beállítottam előre mindent az égvilágon, ami érdekes lesz, hogy egy totálisan patika, tiszta profilról fogom csinálni ezt az egészet, ami azt jelenti, hogy ezzel a játékkal még soha nem játszottam ezen, tehát valószínű menet közben látni fogjátok az összes trófeát, amit összeszedek, hogyha minden beállítást faszán csináltam meg, hogyha nem, akkor nyilvánvalóan nem, de remélhetőleg nem lesz ilyen problémánk. Ezt csak azért csinálom, hogyha valaki esetleg ilyenekre vadászik, én mondjuk kihívásokat nagyon-nagyon ritkán szoktam csinálni, valaki ilyenekre vadászik, akkor az nyugodtan tudjon vele foglalkozni, és lássa, hogy mi hol van. Optionsen már túl vagyok, de azért biztos belenézek. Display az patika, igen, irányítás az a B. Jó, minden be van állítva, úgy, ahogy én szeretem. Át kellett szoknom ide gyakorlatilag a tök új irányítás, meg egyéb miatt mi az Istenről, a remake-ről. Na mindegy. Nem is húzom az időt, kérem szépen, úgyhogy New Game-et fogok indítani, mert kemények vagyunk, úgyhogy hard lesz, jó? Jó szórakozást mindenkinek! Resident Evil Zero. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing!
the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Na, itt kapcsolódunk be ugye az eseményekbe. Nincs visszatérés. Vonat az van, jó? Látszik egyébként, hogy gyönyörűen néz ki, jó? Tehát ugye az előzővel ellentétben itt megvolt minden anyaguk, szóval annyira gyönyörűen felskáláztak mindent, amit kellett, hogy az olyan félelmetes. Imádom, hogy kinéz. Na, nézzünk be ide! Lesznek még itt meglepetések. Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up a plan to help our department. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Na, az helyzet, hogy kettő zombinak kell mindenképpen meghalni. Egyszer annak, kétszer meg annak. Kicsit odébb, gyorsan. Azaz, oké, tökéletesen jók vagyunk, jó? Tehát ez a lényeg igazából, hogy ezt a kettőt le kell szedni. Az egyik az utunkban van, a másik az meg később lesz az utunkban, és nem szeretnénk, jó? Tehát összes többivel elbírunk, azzal semmi gond nincsen. Na, itt is vagyunk, ugye kérem szépen a következő helyszínen, ez jó móka lesz. Kicsit nehéz volt egyébként kitapasztalni, hogy ilyen nagyon furán váltatok a kameraszögök, de ez van. Szóval ugye itt van, azt mondja, hogy egy rendkívül brutálisan széttépett alkalmazott elemed, ami nálam az nekem nagyon-nagyon kell. Mert az jó. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with STARS. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters?
Kutyus! Kutyus! Azonnal futunk innen a végébe, jó? Azonnal futunk a végébe. És a következő a helyzet, hogy... igen. Megtölti a tél, a paha üresen látja. Ugye? Az a baj, hogy azonnal, ahogy megláttam... Lőni, nem megállni, jó? Na végre, jó? Tehát kettő vinyogást kell hallanunk összességében. Ha ott maradunk, akkor szopóág, mert hogy rendkívüli módon meg fogják harapni a seggünket. Én azt nem szeretném. Ellenben szeretném ezt a... Edward olyan boldog volt még pár órája, gyorsan kifosztam a hulláját, mert miért ne? Na, itt vagyunk éreszépen Resident Evil ködve, és most már ugye van egy kulcsom, ami azt jelenti, hogy tök jó dolog. Itt szépen csak keresztül tudok nyargalni most mindenen, amit azért tudok megtenni, mert ugye kipucoltam, ami volt. Gyerünk, futás. Tehát ez jelenleg nem az én gondom, az sem, oké? Okay? Nem szeretném, hogy itt lófráljanak sokáig, de jelenleg nem kell velük foglalkozni egyáltalán. Egynek kellett meghalni, hogy ne legyen útba, jó? Ennyi. This is Rebecca. Over. Rebecca, get your name. This is Rico. What's your location? Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Szóval, megtudtuk ugye, hogy elvileg Billy Cohen, akivel ugye találkoztunk, aki a szökevény, aki... Szökevény? Úgymond szökevény, aki a börtön töltelik... Hagyjál békén. Börtön töltelik, aki ugye itt volt, az elvileg megölt 23 embert. Elvileg, jó? Menjünk vele barátkozni. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Nagy a pofája, ugye, hogy akkor menjünk egyedül? Hát menjünk egyedül. Természetesen, mert kemények vagyunk, ugyebár. Nyilván jó vége lesz, ugye? Nyilván jó vége lesz, egyértelmű. Na, menjünk barátkozni. Excuse me, sir. Sir. Na, lápi nyenyenyre elől, igazából csak el kell futni, jó? Ennyi. Okay.
Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Na, kooperálunk Vilmossal, én pedig nem szeretném ezt most elolvasni, igazából csak annyi, hogy hogyan kell ugye váltogatni a két karakter között, lehet cserélgetni hasonlók. Viszont amit csinálok most, hogy... You stay here. Yeah. Közlöm Billyvel, hogy ő itt marad. Jó? Tehát ő elmegy arra lefele, én pedig megyek arra, oké? Okay? Tehát ennyi volna igazából a sztori. Lehet külön-külön mozgatni egyébként két karaktert, a kettő külön analóg karra, tehát totálisan tök jó az egész, jó? Persze, hogy fölmászunk természetesen. Ez a jelenet annyira gyönyörűen néz ki, gyerekek, de tényleg. Hú, ne tudjátok meg, mennyire örülök egyébként, most zérózok. Ami viszont érdekes egyébként, és aki olvasta a posztot, ez gyönyörű szép, az tudja, hogy másodszor futok neki ennek, és egyetlen egy oknál fogva ilyen még velem nem történt, hogy tudok én jobbat is annál, mint ami először kikerülhetett volna, jó? Tehát jelenleg úgy néz ki, hogy a tagok azok látják, többségetek nem, jó? Nem is baj, egyébként úgy gondolom, hogy ez sokkal jobban fog sikerülni, csak ne legyen nagy a pofám. Na, szóval fogjuk és összekötjük szépen a kábeleket, mert Rebecca még ilyet is tud. Na most vagyunk bajba, ugye? Az a helyzet, hogy rendkívüli módon itt ragadtunk, és nekünk pedig kell egy pár dolog. Ez is kell. Jó, tehát akkor van kulcsunk, ezt el kell juttatnunk Billyhez, amit meg tudunk tenni azzal a lifttel, ami ott van, jó? De közben pedig ezt is fölveszem. Első körben viszont nem azt juttatom el neki, jó? Igen, hívjuk a szervizliftet. Bármilyen tárgyat lehet egyébként juttatni neki, én pedig most először nem izét fogok, kulcsot fogok, hanem fölhívjuk szépen, igen, természetesen, hanem fölküldöm neki a lőszereket, jó? Van egy pár, van egy pár. Kelleni fog, igazából Billyvel fogom kipucolni többségében a dolgokat. Megnyomjuk. Alapvetően a mechanika egyébként tök jó, hogy oda-vissza lehet váltogatni a két karakter között, lehet őket egyszerre mozgatni, lehet őket külön-külön mozgatni, ez nekem nagyon szimpatikus. Illetve ugye itt menet közben már lejöttem Billyvel a lépcsőn, hogy ezzel se kelljen tökölni. Ami nem szimpatikus, hogy nincsen benne egy istenverte láda sem, jó? Tehát itt nem úgy működik, mint az előzőekben, hogy lepakoljuk, azt csókolom. Miért mindig erre akarok jönni, na mindegy. Lepakoljuk, ahova szeretnénk, és csak onnan tudjuk fölvenni, jó? Na. Köszönjük szépen, ez az lots of lőszer, tökéletes, aztán akkor megint váltunk, jó, egy apróság, itt is vagyunk ugye Rebekával, és akkor fölküldünk még egy dolgot, jó, kelleni fog az a kulcs neki sajnálatos módon, hívjuk a szervizliftet, igen. Na ez az, amit mindenképpen meg kell csinálni, ugyanis Billyvel fogom én kipucolni, majd mindenképpen a dolgokat, igen, berakunk, ég hozzá egy kulcsot. Tessék, parancsolj! Mind a kettőnek egyébként más képességei vannak, jó? Tehát tök jól megcsinálták ezt az egészet. Rebecca nem erős, viszont ő például tud kombinálni dolgokat. Billy nem tud kombinálni, viszont erős. És ezek körülbelül ki is fújtak egyébként a különbségek. Újni. Talán Billy az többet bír. Talán ennyi. Meg úgy emlékszem, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Fordulunk egyet, hogy ott van valami olvasni valóm is nekem, de szerintem nem nagyon. Majd mindjárt ide. De. Olvasni fogok, jó? Tehát ez nem az eredetinek a remake-je, ugye? Tehát innentől kezdve ugye olvasgatni fogok legalább nagyjából, hogy mi az Isten történik itt. Azt mondja, hogy jegyzet a vezetőknek. When closing the dining car, supervisors are asked to switch off the automatic doors after ensuring all staff have vacated the car. Szóval, amikor lezárjuk az étkezőkocsit, a vezetőknek le kell kapcsolniuk az automatikus ajtókat, miután megbizonyosodtak róla, hogy a teljes személyzet elhagyta a kocsit. The main automatic door power switch is located on the roof of the fifth car. Inspections will take place when the train is garaged. Igen, tehát ez volt most, hogy ugye az automata ajtó
automata ajtónak ugye a kapcsolója, az fönt van ugye az ötödik kocsinak a tetején, és amikor a vonat az majd ugye a garázsmenetbe jár, akkor majd szépen elvégzik a vizsgálatokat. After inspections are complete, use the ladder at the rear of the second floor of the dining car. Na, most ugye itt voltunk, hogy miután ugye vizsgálatok készen vannak, akkor utána ugye a második emeletre föl lehet menni ugye az étkező kocsiból, Umbrella-kor természetesen. Jó, tehát dokumentumokat is fogok nézegetni, nem biztos, hogy mindegyiket egyébként, abszolút nem biztos, hogy mindegyiket, de azért nézegetni fogok, jó, megolvasgatni fogok, hogy ezért a történet is kicsit menjen előre. Azaz, gyere! Elfeküdt, jó van, akkor kiváló. Tehát mindenképpen én szeretném őket leírtani, hogy ne legyen vele probléma. Jó, tehát ez mindenképpen egy hasznos dolog. Lehet késsel is egyébként, kicsit macera, de lehet késsel is. Én most nem szeretnék ezzel tökölni, jó? Tehát lőszerem az most is van elég, meg később is lesz elég, jó? Tehát innentől kezdve engem ez a része annyira nem érdekel. Azt mondta, hogy ami egy tök pozitív dolog egyébként, hogy lehet, tehát hogyha fogom, tehát hogyha folyamatosan nyomom igazából a támadó gombot, akkor folyamatosan lő, csak nem tölt. Még mindig van, oké. Gyerünk már, haver, ne szórakozzál velem. Na végre. Erről van szó. Oké, jó. Tehát automatikus célzás legjobb tudomásom szerint nem is lehet kikapcsolni, ami mondjuk nem baj, mert legalább segít valamit azon, hogy tudjam, hogy mi az Isten nyilát csinálok. Ez egy tök pozitív dolog. Vannak olyan trófák egyébként, amiket menet közben úgyis össze fogok szedni, hogy nem szándékos. Többek között például, hogy levegőben lelőni valamit a shotgunnal, az is egy ilyen cucc. Például az is, ja, közben ide bejövök. Tehát ez is például egy olyan cucc, akkor hogyha pisztollyal lerobbantani valami zombinak a fejét, azok mind olyan dolgok, amik menet közben tök jók egyébként. Bár, ja, igen, használom a kulcsot, köszönöm szépen, be is jöttem ide. Fú. Most itt több dolgot is lehet csinálni, hogyha szeretné valaki, akkor föl lehet szedni a térképet. Nekem a térkép nem kell, köszönöm. Meg lehet nyomni itt a gombot, a gomb az nekem kell. Most ott vannak növények, az jelenleg engem annyira nem érdekel. Illetve ami biztos, hogy kell nekem csinálnom helyet, azt mondja, hogy a kés az marad. A pisztolyt azt itt hagyom. És azt mondja, hogy 50. Tökéletes, jó? Teljesen jó vagyok így. Na. Növényeket meg nem szedem föl, mert igazából nem tudom őket összekombinálni, jó? Tehát Rebecca tudja, Billy az nem tudja. Oké? Oké. Hűha. Valami nagy és ijesztő van odafönt. gyerünk. Na most itt ezen a részen igazából nem kell izgulni, mert senki nincs az égvilágon, aki minket bántalmazni szeretne, jó? Tehát innentől kezdve teljes mértékben fasza. Ami nekem nagyon fontos, egyrészt ez rohadtul fontos. Másrészt arra nem lehet menni igazából, szóval tök fölösleges. Ebbe a szobába viszont mindenképpen be kell jönnöm. Ugyanis vannak itt dolgok, amik engem érdekelnek. Egyrészt pisztolylőszer, jó? Tehát ebből sosem elég. Vannak olyan szakaszok, amikor rohadtul sokat lehet felszedni, nem értem egyébként a logikáját, van, amikor meg nincsen semmi. Tehát nagyon furán van ez a része megcsinálva. Illetve van itt egy darab shotgunom, amit mindenképpen felszedünk. Erről van szó, köszönöm szépen. És hogyha megnézitek, akkor jelenleg úgy nézek ki, hogy teljes mértékben tele vagyok, jó? Tehát innentől kezdve ugye nem fogom tudni felszedni sem azt a sprét, ami kint van. Az csak egy, mi az Isten, Incribonszol, az nem érdekel, jó? Tehát ezekkel nem foglalkozunk, könyvet meg nem tudok olvasni, illetve van kint egy piros növény, ezekért majd később visszajövök, jó? Jelenleg abszolút nem érdekel. A lényeg az, hogyha felveszitek azt a bökőt, vagy mi az Isten az, a börtönbökőt, akkor onnantól kezdve következő ellenféle fogtok találkozni, jó? Tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Ha fölvettétek, ez van. Oké? Okay?
De én nem ijedek meg. Futunk, futunk, futunk. Kacin. Nem olyan nehéz legyőzni egyébként. A lényeg az, hogy fussatok ide a izéjéhez, ehhez a baloldali, mi a franc az, ollójához, és folyamatosan bökjetek lefele, jó? Tehát az automatikus célzás az segít, oké? Ennyi, semmi más dolgunk nincsen. Nem megyünk odébb, nem mozdulunk, nem futunk, semmi. Bökünk, jó? Tehát amikor előrefele jön, akkor is bele fog szaladni a késbe. Látjátok, jó? Tehát van idő még, amíg emeli a cuccait is. Gyere csak, nyugodtan, jó? Tehát van idő, nem kell pánikolni. Lefele nyomjátok, folyamatosan nyomjátok az X-et meg a célzást, jó? Ennyi. Nem fog támadni, nem fog semmit csinálni, belőjön a késünkbe szépen, mi megbögdössük, oké? Folyamatosan fogunk hátrafele menni Billyvel, de nem baj. Látjátok még, hogyha megpróbáljon megemelni igazából, akkor sincsen gond, jó? Vége. Ennyi, jó? És látszanak a trófák, tök jó. Oké. Tehát egyrészt ugye késsel, na. Tehát amíg ugye ő haldoklik, addig a közelében nem menjetek. Elvileg most már csinál. Oké. Tehát hogyha haldoklik, akkor a közelében nem menjetek egyetlen egy oknál fogva, hogy rohadt módon meg tud még csapni titeket, oké? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez kicsit odébb, mert rohadtul nem érdekel, jó? Tehát kést azt soha többet nem fogok használni várhatóan. Ha csak nem leszek nagyon nagy szarban. Rendben? Rendben. Aztán kipakolom ezt is. Majd... Nem, 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 bocsánat, elnézést. Gondolkodom. Ja, oké. Szóval, a spray az nem érdekel engem, viszont a piros növény az határozottan jó. Tehát most akkor fogom magamat és visszafutok ide azért az egy darab piros növényért. Úgyis kicsit oda-vissza kell mászkálni, próbálom magamnak nagyjából optimálisan megcsinálni, amennyire sikerül. Ott is van. Közben halljuk, hogy tapicsk, tapicsk, flutyk, flutyk, ugye? Úgyné. Most abban a puskában van összességében 2 darab lőszer. Nem sok helyen fogom használni, jó? Tehát nem sok helyen fogom használni. A kés az ott van, az nem érdekel. Most akkor én ezt szépen fogom magamat és... itt hagyom, igen. Jó, majd visszajövök érte, csak legyen közelben valahol, jó? Tehát egy jól látható helyen ott is van a puska, és akkor fölveszem szépen ezt, oké? Tudjátok mit? Tudjátok mit? Nézzük csak meg. Van helyünk a spraynek is, jó? Elhozzuk. Elhozzuk a sprayt is. Miért ne hoznánk el? A lényeg az az egészben, hogy mivel nagyon limitált inventory van, és nem tudom, hogy mikor lesz szükségem a dolgokra, ezért mindig próbáljatok valami központi helyre pakolni, jó? Ez rohadtul fontos. Általában érdemes mondjuk olyan vonaton, olyan helyre, ahol mondjuk gyakran fogtok járni, vagy biztos, hogy vissza fogtok menni, illetve érdemes későbbiekben is tényleg valami központi helyre, ami biztonságos, jó? Tehát limitálva van, hogy mennyit lehet leszúrni egyébként egy helyre, de szerencsére ez annyira nem nagy probléma, jó? Jó. Szóval akkor most megyünk visszafele, gyerünk, azaz. Most ugye szereztem magamnak egy ilyen kampót, amivel ugye tovább tudok menni. Menjünk tovább, illetve Rebekának is oda fogom tudni, ott is látjátok, kés, shotgun, tökéletes. Illetve Rebekának is oda fogom tudni majd adni azt a cuccot, amivel ki tudja piszkálni magát ebből a szorult helyzetből, jó? Ez nekem így tökéletesen megfelel. Szóval, most akkor ide jövök először is. A pisztolyomat már leraktam, jó? Pisztolyt azt majd mindjárt visszavesszük, először még kicsikét pakolászok ide. Szóval, jelenleg a sprayt azt itt hagyjuk, igen, a piros növényt azt itt hagyjuk. Mi az, hogy nem hagyhatom itt? Ne szórakozzál már velem. Odébb kell mennem, vagy mi a franc? Ne cseszél már ki velem. Miért ne hagyhatnám már itt? Ezt miért nem engedi most, azt nem tudom. Értem, oké. Na, akkor egy kicsikét most itt megakadtam a dolgokkal, de nem baj. Pisztolyomat azt visszaszerzem. Nem azt. Nem, nem, nem. Ez a baj egyébként, hogy annyira pöcre ott kell állni rajta, hogy ez félelmetes egyébként. Nagyon durván, jó? Tehát most próbálok itt pisztolyt fölvenni aktívan. Megint nem azt fogja.
Ja nem, van itt egy levél. Azt mondja, hogy the key card for the driver's compartment is in my bag as always. Tehát, hogy a vezetőfülke nyitó kártyája az a táskában van, mint mindig. But I need the other guy's key to open the damn thing. De a másik fickó kulcsa is kell, hogy kinyissam a rohadékot. But it looks like I've lost it somewhere. If it was a normal key, someone would be sure to turn it in, but this key is different. De valahol elvesztettem menet közben. Ha ez egy sima kulcs lenne, akkor valaki biztos, hogy leadná, de ez egy másfajta kulcs. I will look for it too, but if you happen to find it, please hand it in. Thanks in advance. Tehát azt mondja, hogy én is keresni fogom, de hogyha megtalálnád, akkor kérlek, add le. Nem fogom leadni, jó? Tehát ott van igazából... Vedd már föl, Bilály! Nem. Ettől egyébként meg fogok őrülni, jó? Tehát ettől meg fogok őrülni. Próbálom úgy, hogy arrafele nézzem. Fordulj, fordulj. Úgy. Nem. Na. És igen, köszönöm szépen, tökéletes. Most akkor innen kimegyek. Ja. Azért hagytam itt, mert erre úgy is fogok majd későbbiekben visszajönni, jó? Tehát ez így teljes mértékben fasza. Azt nem tudjuk kinyitni ugye, mert oda kártya kell. Ellenben, mindjárt megnézem, hogy hogy állok itt helyjel. Nézzük csak, azt mondja, hogy... Ja, kicsit macerada, megoldjuk. Kérdés az, hogy itt fogom-e tudni hagyni majd a pirosat, vagy sem. Ide úgyis vissza fogok jönni elvileg. Nézzük csak. És igen, ott tudtam hagyni, tökéletes, ami azt jelenti, hogy akkor én most szépen itt megyek tovább. Jó, ott volt egy. Bleh. Bocsi gyerekek, bocsi. Időnként elfelejtem az ilyen nem szándékosan, de elfelejtem nyilván az olyan dolgokat, amivel nem mindig foglalkozok. Például azzal, hogy menet közben illik menteni, pusztán csak azért, hogyha esetleg valamit elcsesznék menet közben, akkor véletlenül se érje háza szó elejét, értitek? Jó, szóval akkor most egy gyors mentés, és hamarosan jövünk.